A szerelem olyan, mintha csak megesne velünk. Ezzel egyet is érthetnénk, de jobban belegondolva nem. Egyáltalán nem. A szerelemért rengeteget lehet tenni. Ma sokan azt gondolják, hogy a szerelem jön, és amikor elmegy, akkor tehetetlenül kell elszenvednünk. Nézzük, mit tehetsz azért, hogy szerethess és szeressenek. A szerelem fantasztikus varázslat, főleg ha viszonozol. Amit tegnap csináltál, az ma szerelmesen teljesen más lesz. Minden kiszínesedik, és mágikus kötként takarja el a hétköznapi gondokat. Élvezhető és vágyott lesz az élet, ha van probléma, ha nincs. Életünk során viszont előfordul, hogy csalódunk, nehézségeink vannak, sőt, soha többé nem akarunk élni. Ilyenkor érezhetjük, hogy többet nem akarunk szerelmesek lenni. Pedig dehogy nem, csak nem akarunk megint a padlóra csattanni a magasból. Ezt a gondolatot el kell felejtsd, mert a szerelemre mindig szükséged van. Talán ha valamiben megegyezik szinte mindenki véleménye, az az, hogy viszonzott szerelemben akarja leélni az életét. A szerelem valóban jön és valóban megy. Ez érthető, főleg akkor, ha megérted, hogy a szerelem az életünk egy gerjesztett állapota. Mit tegyél, hogy jöjjön, és mit tegyél, hogy visszajöjjön? Mert elmenni, elmegy. A szerelemhez két résztvevő és töltés szükséges. Tehát, ha van, ha nincs szerelem, akkor is ugyanazt kell csinálni. Ha nincs, akkor magad csinálod, ha van, akkor mindkettőtöknek kell külön-külön és együtt is. Először is, ne zárkozz el, nyitottnak kell lenned, lennetek. Ne ülj otthon, ne csak egy társaságban járj. Ne csak ugyanazt csináld minden nap. Kettő, legyél mozgásban, a mozgás adja meg a lehetőséget a kapcsolódásra. Beszélgess másokkal, fogadj el meghívásokat, menj el programokra, és ezek legyenek változatosak. Töltődj fel élményekkel. 3. Nézd az élet napos oldalát. Mindegy, hogy szar az életed, akkor is keresd meg és értsd meg, hogy hogyan láthatod ugyanazt szépnek. Kísérletezz és próbálgass így látni mindent. Ne add fel, mindig csinálnod kell. Itt van egy-két konkrét gyakorlat. A nyitottságra. Ha észreveszed, hogy valamit egyformán csinálsz, akkor változtass. Mindig ugyanoda ülsz. Mától keresd más helyeket és kezd élvezni azt a látószöget. Ha mindig ugyanazon az úton mész dolgozni, akkor változtass például hazamenet, amikor nem időre mész. Menj más úton és fedezd fel új épületeket, fákat, embereket. A mozgásra. Nincs kivel moziba menj. Menj el egyedül, de ne csak a moziért, menj el vásárolni vagy ügyet intézni és kösd össze a mozizással. Ha találkozol valakivel, akkor tiszta szívvel azt mondhatod, hogy vettem valamit és beugrottam mozizni. Elhívnak egy programra? Fogadd el, maximum fél óra múlva lelépsz, mert eleve csinálsz magadnak egy másik programot. Ha pedig jó a buli, akkor maradsz. Iratkozz be valamilyen tanfolyamra, edzésre, tehát új információkkal és energiával töltődsz. Bármi is történik veled, annak keresd meg az élvezetes részét. Esik az eső, szippancs a levegőbe és élvezd a tisztaságot. Lásd meg a szépségét, ahogy a nedves talajban érdekesen tükröződnek a fények. Tél van, zárva a strand, vedd észre a természet lenyugodt állapotának szépségét. Igaz, nincsenek színek, és ez csodálatos, mert minden fehér. Örülj annak az adottságnak, ami éppen van. Mit kapsz cserébe? 1. Számodra érdekes emberekbe botlasz. 2. Érdekes leszel mások számára. 3. Lelkesen és boldogan tudsz ránézni a világra. Készen állsz arra, hogy a szerelem rád találjon, és készen állsz arra, hogy mindig felfedezd a szépséget. Ha párkapcsolatodban vagy, akkor mindkettőtöknek változatosan kell élnie, és meg kell lássátok az új lehetőségeket egymásban. Így születhet újra és újra meg a szerelmetek. Magyarázhatjuk ezt az egészet, de a lényeg az, hogy mától kell gyakoroljál. Nem holnap, nem holnap után. És mennyit kell gyakorolj? Addig, amíg a szerelem rád nem talál, és addig, amíg vissza nem tér hozzád, ha elment. És ne más vállán sírj, ha elbasztad. Gyakorolj. A szerelem rád talál, bármerre mész, bárhol kószálsz. Hát ez már
Lehet, hogy sok.